Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, hogy a felirat is mutatja, az XFCE panellel fogunk foglalkozni, és pár hasznos plugint megismerünk. Az első egy speciális MX frissítő plugin, ami egy kis olyan kütyű, ami jelzi nekem azt, hogyha van frissítés, akkor bizony frissítsek, egy kattintással a frissítések megtörténnek. Ez kifejezetten hasznos olyan eszköznél, ahol nem napi szinten érkeznek a frissítések, hanem igazából elegendő akkor, amikor összegyűlik egy-egy mennyiség, és használni. Nyilván a következő egy nagyon fontos eszköz lesz a start menü, ami mindenkinek a kedvence, megszoktuk, ezt használjuk, a alap Whiskers menüt fogom bemutatni, egyszerűen használható, nem lesz vele semmi gond. Az energiakezelés, képernyő, gép és egyéb kikapcsoló eszközt egy pluginon keresztül tudjuk nagyon egyszerűen vezérelni, ezt mindenképp érdemes lesz átnézni. Gyakorlatilag nézzük is meg, hogyan és miképp lehet ezeket a feladatokat ellátni. Akkor nézzük is meg a panel beállítását, rákattintunk a panelra, és a panelt választjuk, nem pedig a tulajdonságokat, logikus lenne, hogy a tulajdonságra kattintva kapjuk meg a panel tulajdonságait, nem a panel részeinek a tulajdonságait, az így rárakott kütyüknek a tulajdonságait tudjuk előcsalogatni, értelemszerűen oda megyünk, hogy beállítás, egyszerű beállítási panelt kapunk, nincs rajta semmi extra, egy panel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy több panelt hozzá tudsz adni, és el tudsz venni, azaz aktívan beállított panel, amelyik pirossal körbe van véve. Erre azért figyeljetek, mert én átkonfiguráltam már egyszer olyan panelt, amit nem kellett volna, és nem tudjuk visszaállítani. De igen, természetesen vagy lemented a konfigurációs fájlt, vagy természetesen az MX alatt le tudod menteni a panelok utolsó beállítását. Ez nem okozhat semmi gondot. Mód függőleges, viszintes, egyértelmű. A többi panel, illetve több egyéb panellal ellentétben ő nem csak az élekhez körbe elhelyezhető, hanem akár középpet is futhat egy függőleges csík, amit panelnak hívunk. A harmadik megállapítás, beállítás, a deskbar, ez pedig akárhova elhelyezhető, akármilyen alakú, különböző alakokat tud felvenni, két oszlop, három oszlop, rövidebb, hosszabb, azaz ilyen lebegő panelokat tudunk összehozogatni, nem a hagyományos élekhez illesztett. Több monitoron, egyértelmű több monitorod van, mindegyiken megjelenjen, vagy csak az egyiken jelenjen meg, egyéni preferencia, ahogy szeretnéd, illetve természetesen meg tudod tenni azt, hogy az egyik monitorra az egyest teszed, majd a kettes beállításához átteszed a másik monitorra. Egyértelmű panel zárolása, ne tud elmozgatni véletlenül megfogással a panelt. Ez nagyon kényelmes akkor, ha a deskbar féle panelokat használsz, mert általában az ember megfogja, odébb teszi, nem olyan kényelmes dolog, de hogyha le van zárolva, akkor az ott marad, nem tudod piszkálgatni. A panel automatikus elrejtése egyértelmű, ha soha, akkor akár mikor megnyitsz egy ablakot, a panel itt lesz, azaz levág a monitorodból egy kis területet, van az intelligens, illetve a mindig elrejtés, amelyik tetszik, azt állítod be. A Tint 2-es panelnél is van ilyen, tehát újdonságot nem mond. Ne foglaljon helyet a szegélyeken, egyértelmű a teljes méretű ablakok lefedik-e a panel mögötti területet, ez csak akkor működik, ha a panel a képernyő széléhez csatlakozik. Azaz egy picit visszanyered időzéjelbe azt a területet, amit elfoglal. Ízlés dolga, ki kell próbálni. Méretek, sorméret, két pontba van megadva, ezt azért emelem ki, mert a 30 pont, tehát 30 pixel, inkább így mondom, az nyilvánvalóan egy Full HD felbontásba is más, meg egy 8K felbontásba is más szélességet ad, sajnos úgy nem tudom beállítani, nem lehet átállítani százalékosra, ahol mindig egyforma arányt vágjon le, használjon el. Ez, ahogy lehet látni a 720-as beállításnál, a HD beállításnál 30 pötty, és ez nekem megfelel. Minél keskenyebbre érdemes venni, minél kevesebb helyet foglaljon el a monitorodon. A sorok száma 1, 2, 3, 4, 5. Nyilvánvalóan egy függőleges vagy egy vízszintes panelon azért egy sor, jó, két sor még elmegy, de öt sor azért oszlop, inkább így mondom,
az itt nem nagyon néz neki jól, nem kell tele rakosgatni ikonokat, de egy deszkbáron akármennyit el tudsz helyezni, nagyon-nagyon pofás dolgokat, mondjuk egy ilyen ikon készletet oda tudsz rakni, ami indítja neked a programjaidat egy téglalapba, ahova tetszik. Nagyon jó dolgokat össze tudunk hozogatni, sorok száma hossza, 95% a 100% az, hogy a két végéig kilóg. Én szeretek egy nagyon picike kis helyet itt hagyni. Miért? Mert gyakorlatilag, hogyha ki van nagyítva egy program, akkor nem tudok az asztalra kattintani, igaz? Miért kell az asztalra kattintani? Jobb egérgombos kattintással előcsalogathatjuk például a jobb egérgombos menüt, vagy hogyha az asztalra megyünk, és a középső gombot, a görgetőt leföl görgetjük, az asztalok között tudunk lapozgatni. Ha több van beállítva, nagyon kényelmes. A hossz automatikus megnövelése, ez azt jelenti, hogyha több ikont raksz rá, akkor a hossza megnől, akkor is, hogyha ezzel megpróbálod korlátozni. Megjelenítés, sötét mód, világos mód, ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, én nem szoktam ezzel nagyon játszadozni, értelemszerű háttér stílus nincs, a rendszer stílus, rendszer szín használata nagyon kényelmes dolog, összesimul a kinézete, az egyéb ablakok kinézetével nem kell saját magadnak állítani. Természetesen van homogén szín, meg háttérkép. Nyilvánvalóan egy panelra háttérképet tenni, hát nem túl izgalmas, engem nem hatott meg, hogy egy ilyen háttérképet keresek, valamelyik háttérképből kivágjak, vagy szerkeszek, nem érdekes. Méret automatikus állítása be van kapcsolva, ki van kapcsolva, egyértelmű a méretet maga fogja állítani, a fix ikon méret képpont az akkor érdekes, hogyha az ikon automata beállítását, amit én most kikapcsoltam, és ekkora, szeretnéd egy picit összebb nyomni, vagy nagyobbra választani az ikon méretet, vagy egyéb méreteket, azaz én automatikusra hagyom, ő majd elintéz ezeket a dolgokat. Nem igazán az a dolog, ami hát hogy is mondjam, most beskálázom, hogy 16 pont pixel, inkább így mondom, 15 vagy 17 pixel. Nyilvánvalóan, hogyha nem lenne automata beállítás, ami megtalálja a jó középértéket, akkor lehetne vele ebben játszani. Ha fut, ezt hozzáteszem, a kompozítor, akkor az átlátszatlanságot, átlátszóságot én inkább így mondom, tudod állítani, hogy ha rámutatsz, akkor milyen sötét legyen a panelod, 100%-os, vagy világosabb, átlátszóbb, amikor a panelról elhúzod a mutatót, abban a pillanatban felvegye az elhagyás utáni, mondjuk teljes átlátszóságot, átlátszatlanságot, ahogy itt mondják, teljesen mindegy, hogyan nevezzük, azaz látni lehessen, vagy ne lehessen mögötte a dolgokat. Én azért húzom ki állandóan a 100%-ig, mert eléggé zavaró, hogyha mögötte látok valamit, így egyértelműen nem tűnik el, mondjuk ez a kis szürke ikonka egy szürke háttérben. Azt hiszem egyértelmű, hogy miről beszélek. Elemek, az elemek közül kütyüknek hívom, bigyóknak hívom, na hát ők ezek, az elemek, amiket rá tudsz rakni, nagyon sok elem van. Van egy alapkészlet, amit megkapsz, és egy csomót még telepíthetsz is, meg akinek olyan ingere van, még kereshet is az interneten. Igazából át kell gondolni, hogy mire van nekünk szükségünk, és mi az, ami bennünket igazából érdekel. Oké, ez gyakorlatilag mindenkinek az egyéni dolga. Azt hiszem a start menüt, a whisker menüt mindenki ismeri. Rákattintok, megjelenik, majd beszélek róla, mert ez egy érdekes, hasznos, hiszen Windowsról áttérőknek mi az első? Hol van a start menü és hol van a panel? Illetve természetesen hogyan állítjuk a háttérképet? Ez a legizgalmasabb dolgok. Tehát ez egy nagyon hasznos kis kütyű, amit érdemes használni. Munkaterület választó, én ezt nem használom, de be fogom mutatni, én az egérgomb tekerésével szoktam változtatni a munkaterületeket, tehát 4 vagy 5 van alapból, azt hiszem 4 beállítva, azok közül az egérgörgök szerint tudsz váltani, illetve természetesen itt a négyzeteket eltalálva bizony tudsz váltogatni, ami számodra kényelmes, azaz vannak ilyenek, van egyebek, nem fogok végig menni az összesen. A lényeg az, hogy sokat tudunk tenni, illetve az elválasztót érdemes használni, mert az széttolja, elválaszza az adott
területeket, és akkor nem folynak annyira össze azok, amiket nem szeretnél. Nagyon intelligensen dolgozik egyébként az XFCE panel, azt kell mondanom, hogy nagyon az ember keze alá dolgozik, picit szokni kell, mert hogyha valakinek olyan a megszokott panelja, amit eddig használt, hogy ott pixelre be kellett, vagy százalékra be kellett állítani, hogy egymástól mi mennyi távolságra van, az igazából úgy érzi, hogy ez túl okoskodó, túl maga szeretne mindent csinálni, de én azt mondom, hogy aki egy egyszerű panelt össze szeretne dobni gyorsan, hatékonyan, legyen már rajta egy start menü, legyen egy ilyen dokkolószerűség, és utána közte legyen egy kis üres hely, meg esetleg egy-két kis kütyűt rábigyázt, neki igazán kezes kis dolog lesz az XFCE panel, hiszen majdnem mindent saját maga meg fog tudni oldani, nem kell utána olvasni ezeknek a dolgoknak, hanem adja magát. Oké, hogyan teszünk valamit rá, illetve hogyan teszünk valamit le a panelről? Első gondolata, a hozzáadás gomb, kiválasztod azt, ami telepítve van, rengeteg van telepítve, plusz még egy csomót hozzá is tudunk adni. Kijelölöd, hozzáadás, és utána hozzáadod, és bezárod ezt, és szabad hely ellenőrző, itt alul van, nem tetszik, fölfele léptetsz, azt hiszem, látható az a zöld kis bigyó, most följebb léptetjük, az a zöld kis bigyó oda fölment, és mivel függőlegesen írja ki, természetesen egy viszintes panelon ez valamivel sokkal jobban fog kinézni. Eltávolítás, ráböksz, és eltávolításra böksz. Jelent gondot? Nem. Megkérdezi, hogy igen, eltávolítjuk, és el is távolítjuk. A másik eltávolítási mód, hogyha ide mész, rákattintasz, és eltávolításra böksz. A kütyükről beszéltem, nem a dokkolon, illetve futóprogram megjelenítő dokkeren lévő cuccokat szeretném így eltávolítani, természetesen azokat is lehet hasonlóképp, de most a kütyükről beszélünk, ezekről a bigyókról, amiket rá lehet passzírozni, lehet látni, hozzáadásnál elég sokat kiválaszthatunk, plusz még telepíthető is, plugin, XFCE, panel, rákeresel, milliót össze tud szeregetni, fölösleges, nyilvánvalóan és egyértelmű, hogyha a keresésre böksz, és ide beírod a pluginnak a nevét, vagy valami kis kezdőbetűjét, vagy pár betűjét, akkor ki fogja tudni neked dobni. Azaz, hogyha több tucatot felteszel, a keresés is működni fog. Azaz én ezt becsukom, és bezárom. El kell mondani, amit eddig mondtam, egyszerű kis panel, semmi több, nem egy összetett olyan panel, ami, hát hogy is mondjam, itt meg ott meg amott kell szerkeszteni, kifejezetten az XFCE-hez készült, de ez nem azt jelenti, hogy egyes ablakkezelőknél, például az i3-nál nem működne. Működik. Openbox alatt én ezt használtam, tehát oda is be lehet tenni. Az XFCE és a hasonló egyszerűbb ablakkezelők, illetve asztali felületek, így a kettő közötti dolgok azért jók, mert van egy ilyen átjárás. Van egy kis átjárás, itt sem csak ezeket lehet használni, nyilvánvalóan ezt leállítja az ember, start menüből kiszedegeti, és feltehet, ami neki tetszik, például a Tint 2-est, vagy akármilyen egyéb panelt együtt fog működni az XFCE-vel, de nyilvánvalóan ez készült hozzá. Nagyon kényelmes kis dolog, véleményem szerint. Az, hogy te melyik élhez használod, melyik élhez teszed, függőlegesen vagy viszintesen, egyéni dolog, én azt mondom, hogy mindegyiket ki kell próbálni, én mind az összes oldalt kipróbáltam, hogy két monitoron legyen, egyik monitoron itt, a másik monitoron ott legyen, gyakorlatilag elég jól össze lehet rakosgatni a dolgokat, és megmaradtam ennél az oldalnál. Miért maradtam meg ennél az oldalnál? Azért, mert felül, ha valamit, akármit megnyitsz, akármit megnyitsz, ha felül van a panel, itt vannak a kezelők is szervecskék, a összecsukó, lecsukó, felcsukó, becsukó gombocskák, akkor általában a panelra rászoktam bökni, nem kívánt eredményeket hoz. Ezen az oldalon nyilván azért nem tudom használni, mert ha itt van a panel, akkor a két monitor között átmenve ezeket a gombokat megnyomhatom, nem kényelmes,
a másik gondolat természetesen alul, hagyományos Windows rendszer szerint, ott is jó, de nekem sokkal jobban bejött. Érdekességképp, amikor az Ubuntu, ugye emlékszem, 1000 évvel ezelőtt, még nagyon-nagyon régen kihozta, hogy ide tett egy dokkolós, panelos megoldást, mindenki lefújolta. És az utóbbi időben, itt-ott, amott egyre több olyat látok, hogy valakik, akik bemutatják a kinézetet, vagy beállítást, vagy videóznak, ezen az oldalon tartják a panelt. Miért? Mert kényelmes fölül az előbb elmondottak, alul. Hát az is egy jó megoldás, de sokkal-sokkal jobb szerintem ez a megoldás, amikor bal oldalt van a monitoron. Nekem ez jött be. No hát, ennyit a panelról. Egy pár érdekesebb kütyüt szeretnék bemutatni, hogy mennyit, ebből a pillanatban nem tudom, de igazából szeretnék olyanokat bemutatni, ami hasznos is, és nem csak az az általános egyszerűséget adja, hogy ja, van egy valami, amit kijelez. Igazából a valamit kijelez dolgok engem nem nagyon hatnak meg, mert hogyha én valamit ki szeretnék jeleztetni, természetesen a konkiba meg tudom tenni, az a legkényelmesebb. Véleményem szerint a legjobban konfigurálható, bár összetettebb dolog mindez a panel, ráteszek egy kütyüt, aztán majd kijelez, de azért érdemes átgondolni a panelt is, a konkit is, meg akármi más olyan megoldás, ami számodra, és ami nagyon fontos, ami számodra a megfelelő. Az egyik legkellemesebb MX kütyű a panelra a frissítést jelző. Természetesen előfordulhat, sőt biztos, hogy egyéb rendszerekre a frissítéses kütyű elérhető, meg kell keresni, de az MX Linuxos elég fejlett. A kis képen látható kis kijelzést adja abban a pillanatban, amikor elindul a gép, azaz azonnal tudod, hogy kell-e, illetve fontos-e frissíteni. Azaz rögves tudjuk. Illetve itt lehet látni azt a kis ikonkát, amit be lehet állítani. Először egy jobbklikkes menüt hívunk elő, megtekintés és frissítés, frissítés szinaptikkal, azaz eldöntheted, hogy az MX frissítő kütyűjével dolgozol, vagy a szinaptikot behívod, és egyéb műveleteket elvégzel vele, illetve van az MX-nek a saját installálója, azt is használhatod. Történet, meg tudod nézni az elmúlt dolgokat, frissítések keresése. Nyilvánvalóan, ha folyamatosan fut ez a kis kütyű, folyamatosan keresi a frissítéseket, induláskor mindenképp a frissítősugót előhívhatod, nem nagy újdonság, szinaptik, tulajdonságok, illetve újraindíthatod az updatert, azaz ezt a készüléket. A tulajdonságokra rákattintva megkaphatjuk a tulajdonságlapot. Ezt minden kütyűnél nézzétek meg, mert annak ellenére, hogy a legtöbb használata teljesen egyértelmű, én azt szoktam mondani, érdemes megnézni, mert sokkal többet is tudhat, mint az alapbeállítás. A frissítés három fajtája között tudsz választani, nyilvánvalóan a teljes frissítést szoktuk választani, ha csak egyéb olyan indoka nincs, amiért ezt nem kellene tenni. Erre figyeljünk. A Debian állítólag instabil, természetesen akkor instabil, ha össze-vissza frissítgetsz, rész frissítésekkel nem túl egészséges. Akkor instabil, természetesen ha minden hülyeséget bele akarsz nyomogatni, azaz nem tudod, hogy a stabilág az, amit az MX használ, és mindenfajta testing egyéb cuccot belerakosgatsz, vagy esetleg PPA-kat is belegyömöszölsz, onnan letöltött komolyabb cuccokat próbálsz ebbe belerakosgatni. Nem jó. A következő a bal klikre mit csináljon? A frissítő nézet és frissítés ablak megnyitása, vagy a szinaptik megnyitása, ikonbeállítás nyilvánvalóan azt választod, ami neked fontos, neked tetszik, illetve egyéb beállításoknál megadhatod azt, hogy induláskor elinduljon, szerintem mindenképp jó, hogy jelezze az előbb bemutatott kis rajzocska ábrácskával egy értesítéssel, hogy van-e frissítés, automatikusan csukodjon be a terminál, hogyha végzett vagy nem, illetve a yes, yes nyomogatását szeretnéd elkerülni, természetesen azt választod, amelyik neked jó, leokézzuk, és akkor a frissítést el is indítjuk. Elindul a frissítés, egy picit lassan szokott lefrissülni, de gyakorlatilag,
az upgrade-re nyomva elindul az egész, bekéri a jelszavunkat, megadjuk a jelszót, hogy hallani lehetett, meg látni lehetett, nem három darab A betű, bár mindig megkritizálnak amiatt, hogy tesztbe azt rakom fel, de lényeg, elindul, beolvassa, elvégzi, és folyamatában elvégzi a dolgokat. Érdekes dolog az, hogy ennyire odafigyeltek, nyilvánvalóan kényelmi szempont, illetve mivel ez nem rolling disztribúció, azaz nincs bent annyira az embereknek a vérébe, hogy mindig-mindig frissíteni kell, figyelemmel tudod kísérni a frissítési fázisokat úgy, hogy jelzi neked a gép. Nyilvánvalóan abban a pillanatban, amikor ugrik a kis kép, hogy most aztán van frissítés, nem kell egynek, kettőnek nekiállni, de amikor egy bizonyos mennyiség összejön, abban a pillanatban lehet frissíteni. Hát bizony, ez egy panelon elérhető, kényelmes kis kütyű. Most a legfontosabb kis kütyűt mutatom be, hiszen mindenkinek a start menü az, ami elsődleges, hiszen a legtöbb operációs rendszeren, legtöbb ablakkezelőnél, illetve a legtöbb panelon elvárjuk, hogy legyen egy start menü, amivel indíthatunk programokat, kereshetünk a programok között. Ide megyünk, rákattintunk, ő a Wishcast menü. Őt érdemes installálni, illetve véleményem szerint, ha látsz egy panelt, azon 99% hogy ott van, de ha nincs, akkor rátenni egyik végére. Hagyományosan a start menü az egyik végén kap helyet, maradjunk meg ennél a beállításnál. Őről a beszélünk, gyakorlatilag bármit be tudsz állítani. Mi az, ami számunkra lényeg? Két darab olyan fontos dologra hívom fel a figyelmet, ami kiemelten fontos. Ha én mozgatom a kategóriák, ők pedig a programok felett itt az egeret, akkor nem változik a kép, tehát itt, hogy rá kell kattintani, vagy az kényelmesebb, hogy mozgatod az egeret, és ahova odaér, azt a menüt látod. Egyértelmű, te döntöd el, illetve a kiléptetési, beállítási, meg egyéb ilyen dolgok, milyenek legyenek, milyen ikonkák jelenjenek meg, kilépés, újraindítás, egyéb. Azaz ezek, amik fontosak, a többi igazából kinézet, hasznosság, illetve természetesen egyéni ízlés, preferencia szerint lehet állítani, sok mindent be lehet állítani, azaz jobb klik, és áthelyezés nem, hanem tulajdonságok. Az áthelyezés az lejjebb-följebb, jobbra-balra tudod tologatni a panelon. Mutassa ikonként a kinézetet, mutassa listaként, vagy mutassa fannézetbe. Az, amelyik neked tetszik, egyértelmű. Általános alkalmazás nevek megjelenítése, vagy a teljes nevet szeretnéd látni, egyértelmű kategória nevek mutatása, alkalmazás, eszköztippek megjelenítése, na hát ezt kiveszem, mert az engem igazán zavar, hogyha mindenfajta tippeket ott van egy picit hosszabb ideig, ott van az egér, ne ugráljon elő ilyen üvegbalon, nem kell nekem már. Leírás szerinti megjelenítés, egyértelmű, ezt kattintsd be, mindenképp pipáld be, mert a leírás szerinti megjelenítés jobban rendezi a kategóriákat, mint hogy a neked kéne itt ezzel kilóni. Kézzel is be lehet ezeket állogatni, hanyagolni kellene. Kategóriák elhelyezése a panel gomb mellé, szeretnéd, nem szeretnéd, keresőmező elhelyezés a panel gomb mellé, vagy nem, teljesen mindegy, ahogy neked kényelmes, parancsok elhelyezése a keresőmező mellé, melyik ahogy neked tetszik. Alkalmazás ikon mérete normál, kicsi, egyik se kisebb, nagyobb, kiválaszthatod, én egy kicsit kisebbre veszem, kategória ikon méretek kisebbek legyenek, nagyon kicsire veszem, kész. Háttér átlátszósága milyen legyen, te fogod eldönteni. Azt kell mondanom, hogy természetesen indíthatod parancsorból is, vagy ikonról is ezt, tehát akár ide is tehetsz egy olyan ikonkát, ami ezt elindítja egy panelon, de maradjunk annyiba, hogy a átlátszóságot gondold át, én nagyon nem szeretem, bár sokan szeretik, hogy átlátszódik a háttér. Most igazából, hogyha ezen átlátod a hátteret, vagy nem, az esztétikailag szép, vagy nem szép, magad döntöd el, de nyilvánvalóan, amikor az olvashatóság határát sorolja, tehát nagyon lehúzod ezt, akkor már nem olyan kényelmes látni azt a fehér háttér világos háttérbe, hogy bizony mi van az eszköz neve, milyen névvel van ellátva, egy kicsit kisebbre fogom venni,
az ikon méretet, igen, így már egy kicsit jobban néz ki, egy kicsit nagynak tartottam az ikon méreteket, azt állítottam át. Azaz átlátszóság, nem lényeg, megjelenítés, ikon, cím, ikon és cím. Na hát ez, hogy itt hogyan jelenik meg, hogy mellé éri a címet vagy nem, hát nevet, az engem igazából nem hat, meg nem érdemes, avval különösebben foglalkozni a cím megadása és az ikon megadása. Rákattinthatsz az ikonra, egy akármilyen ikont is ide berakosgathatsz, én igazából ezzel nem szoktam foglalkozni, hogy ennek milyen a kinézete. Előugrott a ikon, leszkennelte a gépemen lévő ikonokat, állapotikonok, válogathatsz másikat is, illetve még, hogyha úgy gondolod, hangulatjelet, fájtípus, helyikon, akármit, kategorizálatlan ikonokat is hozzá tudsz rendelni. Egyéb ilyen lehetőségeid vannak, hozzáteszem, felmész az internetre, és ha nem találsz 1 millió ikont, amilyen neked tetszik ő helyette, akkor egyet se, rengetegféle ikonkák vannak, lehet szebbet, csúnyábbat összeszedegetni, illetve hogyha keresni szeretnél, akkor azt is meg tudod tenni a V, és akkor a V-vel kezdődők, ami V van benne, ki fogja listázni, azt hiszem nem okozhat ez senkinek gondot, így bármilyen ikont meg tudsz változtatni, ha éppen olyan kedved van. Viselkedés, alapértelmezett kategória, azaz mi legyen legfelül, a kedvencek, előzmények, összes alkalmazás, nyilvánvalóan azt döntöd, ami neked tetszik, én az előzményeket szeretem, ha a tetején van, mert akkor az utoljára indított programok kategóriáját mutatja meg. Rögvest, amikor elindul a panel, általában egy kötött mennyiségű programot használok általában, és akkor azok között az elmúlt 5-10 akárhány elindított között gyorsan megtalálhatom. Menü, kategóriák váltása fókusszal, akkor hogyan tudom kategóriákat váltani fókusszal, az előbb rá kellett kattintani, most pedig tolom a egeret fölfele, és akkor látod, hogy milyen programok vannak fent. Gondolom, nem okoz senkinek se gondot. Előzmények, az előzmények száma 10-re van állítva, nekem bevált, veheted nagyobbra, kevesebbre, teljesen mindegy. Ha kisebb ikont fogsz választani arra a panelra, akkor természetesen több el fog férni egymás alatt, és jobban átlátható lesz. Nagyobb ikonoknál kevesebb, felbontástól is függ egyéb, kedvencekkel együtt legyen ennyi, vagy kedvencek nélkül legyen ennyi. Én a kedvenceket nem szoktam beállogatni, az egy plusz munka, gyakorlatilag ha valami kedvenc, vagy ide kerül ikonként, vagy ide kerül az indító bárra, és utána onnan el tudom indítani, és akkor nem kell rákattintani, a kedvencek között kiválasztani. Ha meg túl sok a kedvenc, ugyanoda jutsz, mint hogyha nem lennének kedvencek, azok között is keresgélni kell. Mutassa a megerősítő ablakot, tehát ha van olyan feladat, amihez megerősítés kell, akkor mutatni fogja. Ha nincs, akkor nem fog itt semmi sem történni. Parancsok. A parancsok, ők. Ezek a parancsok. Ide berakosgathatsz egy csomó kis ikonkát, itt is ugyanaz igaz, mint az előzőeknél, amikor én először használtam XFC-et, itt is kedvenceket is teletömtem, mint a hülyegyerek, de volt tömve így végig, akkor még kisebb felbontás is volt a monitoron, és utána ugyanoda jutottam, hogy keresgélni kellettem az ikonok között. Itt választhatod azokat a kis ikonkákat, amit oda fejléchez be tudsz tenni, felhasználóváltás, képernyőzárolás, egyéb, ezek nekem nem kellenek. Beállítás kezelőt rögtön el tudom indítani a beállítás kezelőt, azaz őt, hogyha valamit szeretnék változtatni, ez kezdeti időben, beállításokkor, indításkor, mármint amikor te kezded el indítani az XFC-et, mint életed új kedvenc környezetét, akkor ez jó dolog, mert bármilyen beállítást hamar meg tudsz tenni. Kibejelentkezés, újraindítás, kikapcsolás, egyértelmű gombok, kijelentkezés, ez még egyszer van, alkalmazások szerkesztése, ez nekem nem kell, profil szerkesztése, ez nekem nem kell, és utána műveletek keresése. Na hát ez egy elég érdekes dolog, bővíteni is tudod életben. Nem bővítettem, meg tudod adni, hogy a kézikönyv oldalakban keresél, ne a programok között, vagy az interneten keresél, beállítottam az internetes keresést, illetve kijelöltem, hogy lásd, hogy ott egy kérdőjel van, rákattintok,
és akkor kérdőjelet beütöttem, látható itt beütöttem, akkor a web keres, és akkor Linux és MX magyar szóra keres, és rögtön elindítja a beállított, alapértelmezett beállított böngészőt, és keresni fog neked haszontalan, mindenki maga dönts el. Én kedvelem, gyakorlatilag amikor valami programot keresek, és hogyha ott vagyok a panelnél, akkor kényelmes, de én itt életben nem indítottam olyan keresést, inkább rábökök a keresőmre, illetve böngészőmre, és abból indítom el. Egyértelmű. Tehát vannak ilyen nem túl hasznos dolgok is, tudsz hozzáadni, hogyha szerkeszteni szeretnél, de én ebben soha nem szoktam foglalkozni, nyilvánvalóan azért nem, mert igazából nem használom ezt a lehetőséget, illetve hogyha valamelyik éppen nem tetszik, akkor törlésre nyomsz. Ami igazából érdekes dolog, kellemes, jól használható, a többivel összevethető, többi felülettel összevethető startmenüt kaptunk, hiszen a startmenü fontos, és sokan szeretik. A következő kütyű természetesen megint egy alapkütyű lesz, nem valami olyan extra dolog, de hasznos. Én azt mondom, hogy ezt is érdemes kipróbálni. Miért? Mert olyanokat tudsz beállítani, amit egyébként máshol is be tudsz állítani, de itt kényelmesebben. Ezzel a kis kütyűvel a számítógép nevet kapta, ami egyébként baromi hibás, mert ilyen energiakezeléses, kikapcsolásos, elsötétítéses, egyéb gondolatokat, tehát energiagazdálkodásos dolgokat lehet vele beállítani. Az első gondolat az, hogy felteszed és beállítjuk, és akkor ide megyünk tulajdonságokra. Címke megjelenítés nincs, 100% fent maradt idő, 100% és fent maradt idő. Ez egyértelmű, hogyha van egy olyan beállítás, hogy mondjuk 15 perc múlva homályosítsd el, kapcsolt ki, inkább így mondom, a monitort sötétítsd el, van olyan lehetőség, hogy egyébként átmenetet is csinálsz vele, de lényegtelen akkor a százalékba kírja, nem szeretném, azaz nincs. A beállítási prezentációs módot ki be tudod kapcsolgatni, oké, bezárjuk, és rákattintunk, és settinget választjuk. Az előbb a tulajdonságot, most a beállítást hoztuk elő. A beállítást máshol is meg tudod tenni, egyértelmű, de ha ez az ikonka itt van, kényelmesebb. Általános főkapcsoló gomb megnyomásakor kérdezzen, hogy mit szeretnél tenni, a számítógép kibekapcsolásánál van ennek lehetősége, illetve kikapcsolásánál a fő kikapcsoló gombot tudod szabályozni. Alvás gomb, hibernálás gomb, akkumulátor gomb megnyomása. Egyértelmű, ha van ilyen a gépeden, be tudod állítani, ha nincs, akkor akármit beállíthatsz, ha nincs ilyen gomb, nem fogod tudni megnyomni. Alapértesítéseket írja ki, vagy semmit ne írjon ki, rendszertálca ikon legyen, vagy ne legyen, akkor van ilyen kis ikonka, hogyha szeretnéd, hogy legyen, és ezt a kütyüt innét eltávolítod. Bármelyiket lehet használni. Én bevallom őszintén, mivel feltettem ezt a kütyüt, most ott is marad. A rendszer már nem a gombokat, hanem a hibernálás idejét fogja megadni, illetve hibernálás felfüggesztés idejét. Figyelj arra, hogy hibernálni, felfüggeszteni, akkor tudod a gépedet normálisan, ha van elég swappot, tehát egy 16 giga RAM-mal rendelkező géphez készített ilyen biztonsági 6 gigás RAM, az nem fog neked megfelelni, mert nem fogja tudni beleírni a memória mennyiséget, aznak a területeit, annak az adatait a kevesebb swapba. Erre mindenképp figyelj, azaz, hogyha nincs ilyen, fura élethelyzetek állhatnak elő, vagy nem tudod visszahozni újraindítás nélkül a gépedet, vagy eltűnnek dolgok, vagy esetleg átvág egy terminálba, és akkor velem ez fordult elő, hibernáltatni akartam, nem volt annyi RAM-om, illetve nem volt annyi swapom, RAM-om volt, sokkal több a swapba nem fér bele, akkor a Ctrl-Alt-F7-tel tudtam visszajönni a grafikus felületre, és amire rájöttem, hogy mi a probléma, eltelt legalább 2 nap, és azt hittem, hogy valamit össze-vissza állogattam.
egyéb válogatás is volt. Így bizony előfordul, hogy oda kell figyelni. Nyilvánvalóan az inaktív a géped akár meddig, akkor kezdjen el hibernálni, vagy egyéb, azt te döntöd el. Huszkodhatod akkorára, amekkorára akarod, ha jól emlékszem, hogy 6 óra, 5 óra, 50 perc, az, ami a maximális, ahogy szeretnéd, úgy állítod be, a RAM-ra figyeljél, illetve a Schwab-ra figyeljél. Képernyő energiagazdálkodása, ez egy fontos dolog, mert nagyon kényelmes dolog az, hogy beállítod valamennyi percre a állapotot, és utána annyi perc után kikapcsol, elsötétül a monitorod, kikapcsol, különböző fokozatai vannak ennek, nyilván be kell kapcsolni, ha kikapcsolod, akkor deaktiválod ezt a funkciót, elsötétítés, alvás, kikapcsolás, ennyi tétlenség után nagyon kényelmes, ki kell tapasztalni, hogy neked mennyi az, amennyi kényelmes, én ezeket az értékeket használom. A fényerő csökkentése inaktivitás esetén csökkenjen erre az értékre, ha ezt a monitorod támogatja, csökkenés ennyi tétlenség után soha nyilvánvalóan magad állítod be, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami számodra nem kell. Biztonság, munkamenet automatikus zárolása nekem soha, mert itt vagyok jellemzően a gép mellett, de hogyha olyan van, hogy munkahelyen vagy, vagy családtagok ide-oda futkároznak, és tartasz attól, hogy a titkos dolgaidat megnézi akárki, akkor a munkamenetet zároltathatod. A biztonság annyit ad, hogyha a képernyők védőt be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva, megadhatod mennyi idő után, zárolja a monitorodat, illetve a rendszeredet, inkább így mondom, akkor csak jelszóval tudsz visszalépni. A munkamenet automatikus zárolása, ezt többféleképpen meg lehet oldani, ha képernyővédőt szeretnél használni, ami egy idő után elindul, be van állítva 5 percre, akkor ezt választod, és itt beállítod, hogy a képernyővédő elindítása után hány másodperccel induljon el a zárolás, utána jelszóval tudod életre kelteni a gépedet. A képernyő zárolása, amikor a rendszer alvó módba lép, ha az alvó módot beállítottad, akkor nyilvánvalóan az az alvó mód, hogy meglököd az egeret, és utána egy pár másodperc után fölébred a géped, ezért alvó mód, de meg tudod ezzel oldani, hogy a képernyő zárolása, amikor a rendszer alvó módba lép, akkor rögves történjen meg, és utána elindul a gép, csak nem tud semmit csinálni, hanem a képernyő zárt fel kell oldani. Én elmondottak miatt, hiszen egyedül használom ezt a gépet, olyan helyen, ahova gyakorlatilag más nem szokott belépni, bizony nem szoktam ezeket a plusz biztonsági megoldásokat használni. Azaz, egy kütyű, beszéltem róla 6-7 percet, mert ez egy fontos dolog, nem csak valami dísz, ami mutat valamit, megmutatja, hogy mennyi memóriát használ ebben a pillanatban a gépet, hanem van egy funkciója, egy kényelmi funkciója, beállítási funkció. Azt természetesen elfelejtettem, és nem is szoktam ilyet mondani, hogy a sugó, le tudod olvasni, hogy a sugó mit jelent, a sugóra kattintva elindul a böngésződ, és le fogja neked írni, hogy mi az, ami éppen a feladathoz, a kütyűhöz tudni kell, azaz szépen össze-vissza le van dokumentálva minden, aki minimális angol vagy Google fordítót tudja használni, annak nem lehet gondja ezeknél az egyszerű alapkütyük beállításánál. Na hát, ez is egy érdekes volt. A dokkolóbárról már volt szó az MXS cuccok között, nyilvánvalóan mindenki be tudta állogatni, meg használni is tudja. Egy dolgot szeretnék bemutatni, mondjuk elindítom a gimpet, begépeltem, hogy gimp, és akkor gimp futtatása, elindul a gimp. Oké, mindenki látja, hogy a gimp elindult, de hogyha én becsukom, akkor én ide eltűnik. De hogyha én azt szeretném, hogy ide kitűzöm, akkor csak rákattintok, és pintodok. Nagyon jó, nem? Abban a pillanatban ott marad, tehát egy indító bárt a futóprogramok használatával, menet közben is össze tudsz hozni, nyilvánvalóan, hogyha kiveszed a pipát, akkor majd, amikor becsukod a programot, akkor a kis ikon eltűnik. Jelen pillanatban nem fog eltűnni, nézzük is meg, hogy nem tűnik el, úgyhogy ott maradt. Azt hiszem egyértelmű. És még nagyon-nagyon sok egyéb dolgot be lehet állogatni. Rákattintunk, és nézzük meg,
innéd is tudod vezérelni a dolgokat, sok mindent tudsz, áthelyezés jobboldali alatta fölötte lévő munkaterületre, nyilvánvalóan megfelelő billentyű kombinációkkal is át tudod rakni, illetve ide is rákattinthatsz, ugyanezeket megkapod, hogy másik munkaterületre át tudod rakni, de akkor is át tudsz rakni egy-egy programot, egy-egy futóprogramot a megfelelő munkaterületre, ha nem látod. Tehát erre rákattintva azt mondjuk, hogy áthelyezés másik munkaterületre, Workspace egyre át fogom tenni, és el is tűnik, egy picit középső egérgombbal görgetek, az egyes az nekem, ahol a konkin van, és meg is találtuk, és akkor visszafele görgetek, visszajutottam arra a asztalra, arra a munkaterületre, amit én éppen használok, nem nagy trükk, de kényelmes, nyilvánvalóan nem kell oda menni a munkaterületre, ott megkeresni az esetleg sok háttérbe futó folyamat, illetve úgy mondom programablak közül, ami kell, rákattintani és ott előkeresgélni, hogy át akarom rakni a másik panelra, másik asztalra, inkább így mondom, hanem itt is meg tudjuk tenni. Már volt róla szó, hogy van ilyen kis asztalváltó, ott is át tudod húzogatni jó eséllyel az esetek többségében az egyik asztalról a másikat. Ha ez vízszintes, akkor kényelmesebben lehet látni, de én ezt nem nagyon szoktam használni az utóbbi időben, ki is fogom mondani venni, hogyan veszünk le valamit, természetesen eltávolítás, és rögtön el is tűnt, amire éppen ott nekem nincsen szükségem. Szóval nagyon intelligens ez a panel, nem azt mondom, hogy csúcs, és ennél jobb nincs, mert hogyha ilyet mondok, rögtön tele lesz a levelező ládám, az e-mail címem, hogy a másik sokkal jobb, meg Discordon elmondják, hogy a másik mennyivel jobb, mert lekerekített sarkokat is lehet, meg sokkal jobban konfigurálható. Nekünk az a lényeg, legalábbis aki kezdő, inkább így mondom, hogy összetudjon hozni különösebb ismeret nélkül egy jól, egyszerűen és praktikusan használható és valahogy kinéző panelt, és hogyha esetleg beleütközik abba, hogy az élete vágya, hogy olyan legyen, lekerekíti a sarkocskákat, és különböző színecskéket rakjon minden ikon mögé, mert láttam ilyet, sokan ezzel vannak el, hogy különböző színeket raknak a kijelző, meg egyéb mögé, és akkor az úgy nagyon jó, szépen néz ki, és jól el lehet vele tölteni az időt, de maradjunk annyiba, hogy hát bizony nem egy kezdőnek való, mondjuk egy polibár beállítása, meg lehet tenni, el kell olvasni egy pár kilométer anyagot, sok jó leírás van a polibárhoz, sok jó kész cucc van a polibárhoz, de hát azért az XFCE beállítása panelügyileg, illetve az XFCE panel beállítása lényegesen egyszerűbb, és még nem is beszéltünk az összetettebb, és sokkal többet tudó panelokról, mert azok nem az a kategória, aki éppen engem hallgat, mint kezdő, XFCE alapozó videót. Na hát, ez is egy hasznos dolog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó XFCE panel beállítást kívánok, és azt szeretném tanácsolni a kezdőknek, hogy az összes kütyűt, az összes plugin-t próbálják ki, ami esetleg érdekes lehet, illetve nézzenek bele a beállításba. Miért? Mert olyan eszközöket kapunk, amik valóban hasznosak, amikkel érdemes foglalkozni. Hát még egyszer, köszi szépen, sziasztok!